Az elszabadult infláció és a magas energiaárak ellen is tiltakoztak Párizsban a legnagyobb tömegközlekedési vállalat dolgozói, akciójuk meg is bénította a francia fővárost. Franciaország legnagyobb szélső baloldali szakszervezete a CGT szervezésében több ezer francia munkavállaló vonult utcára csütörtökön Párizsban. A tüntetők az elszabadult infláció miatt tiltakoztak és béremelést követeltek. Az árak emelkedése jóval meghaladja a 6%-ot, az élelmiszerek 12-15%-kal drágultak. Az üzemanyagok ára sem csökken, valóban szükség van arra, hogy minden dolgozó tegyen valamit azért, hogy kiharcoljuk a béremeléseket, mondta a francia kommunista párt vezetője. Az utasok és a Párizsba látogató turisták komoly fennakadásokba ütköztek csütörtökön, ugyanis a párizsi tömegközlekedési vállalat, az RATP dolgozói sztrájkot hirdettek. Ők is magasabb béreket és jobb munkakörülményeket követelnek. A sztrájk miatt óriási fennakadások alakultak ki, ugyanis csak két automatizált vonalon közlekedtek a szerelvények. Öt vonal egyáltalán nem nyitott ki, míg a többi útvonalon csak a reggeli és a délutáni csúcsidőben indultak kocsik. Fennakadások voltak a busz és a villamos közlekedésben is. Reggel 9.30 helyett 6.30-kor kellett elindulnom, hogy elkerüljem a csúcsforgalmat és hogy odaérjek a munkahelyemre, mondta egy másik utas. Az elmúlt időszakban egymást érik a megmozdulások Franciaországban. Néhány héttel ezelőtt például Párizsban 140 ezer ember vonult az utcákon. Többek között azt hangoztatták, hogy a francia államfő energiapolitikája káoszba taszította az országot, és sérelmezték, hogy Emmanuel Macron elnök nem a saját polgárai megélhetési gondjaival foglalkozik, hanem az Ukrajnának ígért fegyverekkel.